Sok szeretettel köszöntelek! Ezekben a napokban, amikor a mikorunk nagy krízisével kell szembenéznünk és megküzdenünk, úgy tűnik, hogy olyan terepen járunk, ahol nem járt még előttünk más. Ezért aztán, hogyha elindulunk és barangolni kezdünk a Biblia tájain, a Biblia történetei között, azt fogjuk tapasztalni, hogy azok a bibliai személyek, akik feltűnnek a Biblia lapjain, szépen lassan az ismerőseinké, sőt a barátainká válnak, mert azt látjuk majd, hogy ugyanolyan kríziseken mentek keresztül, mint amivel nekünk kell most megküzdenünk. Ezért fordulunk a Bibliához, a mikorunk nagy krízisében is, hogy megértsük, mi Isten üzenete a számunkra. Ma a Biblia krízisein keresztül. A krízis pusztító ereje abban áll, hogy belép a jelenetbe, és a szemed láttára elpusztítja, lerombolja a jövődet. Ez történik velünk ezekben a napokban. Ezt éljük át mindannyian. Talán a legkevesebb az, hogy úgy tűnik, hogy elúszott ez a nyarunk és az erre a nyára tervezett nyaralásaink. De van, aki elveszítette a munkáját, lehet, hogy te is éppen ilyen vagy. Bizonytalanná vált a gyermekeink jövője. És bizonytalanná vált körülöttünk mindaz, ami eddig ismerős, megszokott és kiszámítható volt ebben a videóban Jairust, a bibliai Jairust szeretném a középpontba állítani. Ő ugyanis egy kritikus helyzetben Istenbe vetette a bizalmát, és egy ideig mégis úgy tűnt, hogy a jövője és mindaz, amit elképzelt, a szeme láttára omlik össze. Ahogyan azonban az ő számára is, úgy a te számodra is van mondani valója Jézusnak. Jairus lánya haldoklik, és ebben a kétségbeejtő helyzetben felkeresi Jézust, aki el is indul vele, hogy segítsen neki. Ám mekkor közben jön valami. Egy másik segítségre szoruló ember közbeszól, szintén segítséget kér Jézustól, és ez a néhány perc éppen elég arra, hogy Jairusnak már a kislánya halálhírét hozzák. A jövő tehát ott omlik össze Jairus szeme láttára. Az a jövő, amit elképzelt. Mi értelme van ezek után Istenben hinnie? Mi értelme van ezek után Jézust segítségül hívnia? Jézus viszont ebben a pontban, mintha az összecsukló Jairus hóna alá nyúlna, és azonnal támaszul akarna jönni, hogy segítsége legyen ebben a nagyon kritikus és tragikus helyzetben, azt mondja Jairusnak, hogy ne félj, csak higgy. A környezete tehát azt mondja Jairusnak, hogy vége, nincs tovább. Ám ebben a pillanatban Jézusnak gyökeresen más a véleménye. Jézus tehát hallja, amit a környezetet mond, és van mondani valója a számodra is. Mégpedig az, hogy bíz benne, és ha bízol benne, akkor lesz folytatás. Jairus elképzelései Jézusról és az ő képességeiről elérnek a szakadék széléig. De Jézus azt mondja, hogy van tovább. Amikor a te hited és elképzeléseid is elérnek a szakadék széléig, akkor Jézus tovább megy, és téged is hív, hogy gyere velem, és akkor van tovább. Jairus azt még el tudta képzelni, hogy Jézus képes meggyógyítani a haldokló kislányát. Az azonban már túlment az elképzelésein, hogy Jézus képes a halott kislányt feltámasztani a halálból. Jézus azonban életre kelti a kislányt. Lehet, hogy a jövőd a szemed láttára omlott össze. Lehet, hogy ezekben a napokban azt éled át, hogy mindaz, amit elképzeltél, kártyavárként omlott össze. De Jézus meghív arra, hogy kezd el őt hitben követni. A hitben járás azt jelenti, hogy újra és újra eljutsz a szakadék széléig, de újra és újra kilépsz a semmi fölé, és akkor újra és újra megtapasztalod, hogy Jézussal van tovább. Tégy egy próbát. Hívd Jézust hogy jöjjön és segítsen. És meg fogod tapasztalni, hogy még hogyha úgy tűnik is, hogy a jövőd összeomlik, vele van tovább.